Az emberek nem csak a, 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 azért szeretik, mert hát egy nagyon jó színész, ugye kiválóan énekel, mindenbe lehet használni, én már rengeteget rendeztem nagyon sok darabban, fantasztikus humora van, és egy örök ifjú, azon túl, mint minden ember, mindenki szereti, mert egy iszonyú jó lelkű. Figyelemmel kísértük a vivészi pályafutását, és ha jól emlékszem, ő is 69-ben, én is 69-ben kerültem Györve, és akkor innen még szorosabbá vált megint a kapcsolatunk, nem csak eseti, hanem gyakorlatilag minden alkalommal sikerült összejönnünk, amikor két cintányért összeütöttek a színháznál, akkor mi ott voltunk, és végig kísértük a pályafutását. Nekem feltűnt a pontossága, a precizitása, a szakmaisága, és hogy az egész lényével ezt, hogy színház ezt szolgálja. Soha nem szűnik meg tanulni. Ma is tanulja a verseket, hogy karbantartsa az agyát, a szívét is. Egy ember, akinek gerince van. Új koromtól kezdve édesapám ringatott mindig álomba, miközben gyakorolta az opera szerepeit. Ezt nyilván nem saját emlékeim szerint tudom, de képekből és édesanyám és édesapám mesélték, hogy ez, hogy ez így volt, és ez, ez bizonyára nagy hatása volt arra, hogy nekem tulajdonképpen a mai napig azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a zene a, a legnagyobb szenvedélyem. Mindent megszervezek és elintézek, hogy, hogy minél jobban könnyítsem az ő dolgát, és igazából csak a művészi részre vagy a színpadra tudjon koncentrálni. A Dérini Színház volt az első színházam. Mindenütt fölléptünk, ahol fűthető kultúrterem volt, és egy kis színpad, ahol föl lehetett valami díszletet állítani. A színháznak volt énektanár. És akkor ott is elkezdtem tanulni. Ott Lauri Sinné tanított engem énekelni, de aztán átkerültem tőle a Réfegyinéhöz. Ez alatt a több mint 50 év alatt, amióta pályán vagyok, én soha szerepet nem kértem. Most se nekem tesznek egy ajánlatot, minden évben az igazgató küld egy ajánlatot, hogy a következő évre melyik darabokban milyen szerepet. És vagy elvállalom, vagy nem vállalom. Én általában el szoktam válni. Szerepet vissza nem adtam, szerepet kérni nem kértem. Jövőre műsorra tűzte a színház a traviátát, mint 15 éve nem volt, mit nem játszottuk. És az a megtiszteltetésért, hogy az öreg Zsermont újra elénekelhetem 83 éves koromban. Ez lesz a búcsúm az operátor. Ezzel a szereppel szeretnék búcsúzni.